Sziasztok, Halász Vivi vagyok. Ma hoztam magammal egy vendéget, az apukámat, Sihán Halász Károlyt, aki az IKO Kyokushin Stílus Szervezetnek a vezetője. Az első kérdésem az, apu, hogy hány éve karatézol, hogyan kezdtél karatézni, és miért szeretted meg a karatét? Sziasztok! Tehát a kérdésre válaszolva 1975-ben kezdtem karatézni. Tudom, marha régen volt. A tévéből is ismert Gyurcsok Józsefnél kezdtem okinavatét, de mondjuk ezt megelőzően még a Remtében dzsúdoztunk közösen, és Rákoskerten a dzsúdó mellett elkezdtünk okinavate karatét is gyakorolni. Aztán 77-ben május 1-én már bemutatóztunk, és a közönségnek jobban tetszett a karate része a bemutatónak, mint a dzsúdó. Aztán egyre többet kezdtünk el a karatéval foglalkozni, utána áttértünk a Shotokan karatéra, majd aztán 78-tól már a Kyokushin útján voltunk, köszönhetően Somogyi Zsoltnak, Kivés Györgynek, Adám Istvánnak, akik húzóemberként, példaképként voltak előttünk. Aztán ugye megismerkedtünk a nyári edzőtáborban Furkó Kálmánnal, aki egy egyéniség volt már akkor is, és ugye a karate szerelmesei lettünk. A következő kérdésem, hogy Kőbánya lett a központ? Tehát, mint mondtam, Rákoskerten a Művelési Házban csináltuk a karateklubot, de én ugye akkor is Kőbányán laktam, úgy minden hétvégén, minden nyáron, minden szünetben Rákoskerten voltam a nagymamámnál, már 7 éves koromtól, és egyre szűkebb lett a Művelési Ház, és ezért a Maglódi úti iskolában ismertük a gondnokot, és oda bekérezkedtünk, és átköltöztünk Kőbányára. Majd szintén a létszám miatt ugye egyre többen voltunk, a Kápolna téren a kőbányai Petőfi sportkörbe szakosztályt alakítottunk, és onnantól kezdve már biztos volt, hogy Kőbányán maradunk. Kőbányán belül már több helyen voltunk, általában 10-15 évig voltunk egy helyen, és már lassan 45 éve dolgozom itt Kőbányán. Itt a Szent László téren is a 12. éve itt vagyunk ebben a dozsóban. Az első epizódban ennyi fért bele, a következőben pedig még felteszek pár kérdést apunak.